Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád a közeljövőben? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Itt a négyes számnál arról van szó, hogy mennyire fontos számodra vagy számára a biztonság érzete. Különösen, ami a párkapcsolatot, az érzelmeket illeti, hiszen a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Megvan arra a lehetőség, hogy javuljon a helyzet, hiszen vagy ő nyújtja át számodra ezt a kelyhet, amit te nem veszel észre, vagy te nyújtod át ezt a kelyhet, és ő zárkózott. Itt az a fontos, hogy legyetek nyitottak az érzelmekre, legyetek nyitottak erre a párkapcsolatra. Ami a múltat illeti, azt itt látjuk. A tízes szám az jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Megvolt a múltban ez az igény és ez az elvárás, de voltak események, ami kívülről hatott rád, problémák, nehézségek, kimerült voltál, és nehéz volt felállni, tovább lépni, nehéz volt ez az új kezdet. A gondolataidra itt ez a kártya utal, és itt látható az erő, kimutatod az erődet, megvan most a bátorság, most lehet egy új kezdet minden életterületen. Ez az erő utalhat a belső erőre is, hiszen megvan most a hited arra, hogy minden jóra fordul, be tudod bizonyítani magadat. Az is lehet, hogy te adsz erőt számára, vagy ő segít téged. Az érzelmek itt láthatóak, és itt van még külső befolyás. Vannak kihívások, nehézségek, vagy nála, vagy nálad, de megvan a győzelem, hiszen átteszitek ezeken magatokat. A közeljövő itt látható, itt a kelyhek szintén az érzelmekre utalnak, megvan a vonzalom, megvan az életöröm, ez lehet vidámság, lehet egy meghívás, lehet egy ünnepség, ami kettőtöket érint, akkor meg lesz most a közeledés, és itt lesz egy új irány, vagy lesz egy újjászületés, ami kivirágzik és gyümölcsözni fog. Hogy látod a dolgokat? Hogyan viszonyulsz ehhez a helyzethez, az itt látható. Ez a kéz azt jelenti, hogy kezedbe veszed a dolgokat, és ez a kehely jelenti a belső forrást, az intuíciódat. Ez lehet egy spirituális terület. Azt is jelentheti, hogy átnyújtod újra ezt a kelyhet ugyanúgy, mint itt, abban a reményben, hogy ő ezt észreveszi és elfogadja, hiszen érzelmekkel közeledsz hozzá. Amit ez a kép még jelenthet, hogy ő nyújtja át számodra ezt a kelyhet, hiszen kimutatja az érzelmeit. A környezetetekre ez a kép hat ki. Itt tulajdonképpen a könnyek mezeiről van szó. Itt vannak még bizonyos kapcsolatok, emlékek, ez összefüggésben áll a múlttal, valaki, aki megbántott téged vagy őt, hiszen itt szomorúságról, könnyekről van szó, de ti elbúcsúztok ezektől a személyektől, elbúcsúztok ezektől az emlékektől, elhagyjátok most a könnyek mezeit. És van remény arra, hogy javuljon a helyzet, különösen ami az érzelmeket illeti, ami a párkapcsolatot illeti,
Itt újra látható ez a kéz, ami vagy azt jelenti, hogy te veszed kezedbe a dolgokat, vagy lesz itt egy ajánlat. Itt az arany érméről van szó, tehát javul az anyagi helyzet, lesz egy jó munkahelyi ajánlat, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy meg lesz az elismerés, hiszen itt vannak lehetőségek, hogy az álmok megvalósuljanak, hiszen itt a föld eleméről van szó, tehát reális dolgokról, azon kívül utal a belső értékekre, hogy te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra, és ezt ki fogjátok mutatni. A cél, vagy az, amit elértek, itt felül látható, ő közeledik hozzád, újra átnyújtja ezt az aranyi kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Ez szerencsét hoz, különösen, ami a párkapcsolatot illet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!